15. alkalommal rendezik meg a Tarbai Szilva napokat, és ennek apropóján azt gondolom, hogy nagyon sok érdekességről beszélgetünk vendégeinkkel, dr. Kelemen Bélával és dr. Cservenyák Lászlóval. Ugye mindketten pálinka lovagok vagytok, mióta is viselitek ezt a nemes címet? Én már 15. alkalommal, 15. éve, úgyhogy szinte már ennek súlya van és tekintélye. De a barátom is már nagyon régóta. Én még 10 éve vagyok a lovagrendnek a tagja. Ugye Béla, te vagy a főszervezője ennek az eseménynek, Laci pedig ceremónia mestere, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden sejtetek már át van itatva a Tarpai Szilva napok programjaival, ízvilágával és hangulatával. Először talán a programokról beszélgessünk. Mi mindenre számíthatnak azok, akik meglátogatják a rendezvényt? Tehát magáról én inkább a lovagrendről beszélnék, mert Béla a fő szervezője az egész eseménynek. Akkor kezdette? De olyan jó hallja a hangodat, hogy nyugodtan megy. Köszönöm szépen. Tehát én inkább a lovagrendnek a feladatát és küldetését szeretném kiemelni ebben, hiszen az egész rendezvénynek a fénypontja maga a 14 órakor kezdődő lovagrendi ceremónia, aminek gyönyörű évek óta, 15 éve bejáratott ceremóniája van, amikor a lovagrend értékeli az elmúlt esztendőnek a pálinkáit, a pálinka versenynek az eredményeit, minősítjük az idei termést, lovagtársaknak megvan a feladata, aki a gyümölcsös kerteket látogatta, aki a pálinkákat minősítette, és egy összképet alkotunk az idei új pálinkáról, hiszen az új pálinka ünnepe ez a nap a Szilván kívül, és hát mivel Szatmár Beregben vagyunk, hát a legkiválóbb termékről, a Szatmár Beregi Szilváról, a Penyigei vagy Beszterci, az úgynevezett Nem tudom Szilváról alkotunk véleményt ezen az alkalmon. Ilyenkor osztjuk ki azokat az elismeréseket, amelyeket, életműdíjakat, akik a pálinka kultúráért nagyon sokat tettek, akár sajtósként, agrármérnökként, tehát a tudomány, a kultúra, a művészet bármely területén vagy a gazdaság területén fejtettek ki a pálinka kultúrában olyan tevékenységet. És ilyenkor van az új lovagnak az avatása, a felvétele is, tehát ez a díszes ceremónia, ez azt hiszem, hogy fénypontja minden alkalommal, amire mi rendkívül módon készülünk, és nagyon komoly rangot ad. És hát maga a küldetés, úgy érezzük, hogy ennyi év után teljesedik, hiszen a pálinka versenyekre jobbnál jobb pálinkák érkeznek. Korábban, ezelőtt 10 évvel még körülbelül 40-50% volt az, ami versenyképes volt. Most már elértük azt, hogy körülbelül 90-95%-ban versenyképes pálinkákkal, illetve párlatokkal, mert ugye pálinka, illetve párlat ez a jogi meghatározás, mert kereskedelmi főzdékben pálinkát állítanak elő, bérfőzésben vagy magánfőzésben pedig párlatot. Tehát nevezhetjük párlat és pálinka versenynek, de a köznyelv inkább a pálinkát használja, a pénzügyőrök inkább tesznek különbséget a párlat és a pálinka között. Ez a fokát tekintve, ez különböző egyébként? Nem a fokát tekintve, hanem az előállítás módját. Tehát amit kereskedelmi, ez a törvény által meghatározott, ugye zárjeggyel ellátott termékről van szó, ezeket nevezik, ami kereskedelmi forgalomban kaphatók, ezek a pálinkák, amit viszont bérfőzésben, vagy otthon ugye most már engedélyezett a magánfőzés, amit ott állítanak elő, ennek is van különböző más jellegű zárjegye, az pedig párlatnak nevezik. Gondolom, hogy ez egy tényleg egy nagyon díszes és sokak számára felemelő, megható nem pillanat, hanem akár több óra lesz. Ez egy órás ceremónia. Ez körülbelül igen. Egy órás igen. Ceremónia lesz. Hát addig úgy gondolom, hogy jó páran már kóstolgatni is fognak, ugye? Ezekből a, nem biztos, hogy ezekből a pálinkákból, minden esetre ott a helyi pálinkákból, és úgy tudom, Béla, hogy van egy ajánlatod a kedves nézőknek, akár egy pohár pálinkára a vendégeitek lehetnek. Igen, nagyon sok ajánlat van a kedves nézők számára. Ahhoz, hogy elhiggyék, valóban hiteles emberek ülnek itt, itt van a lovagrendi kis nyakba valónk, hogy nevezzük ezt, kedves Laci barátom? Hát a medálunk. A medálunk, ami bennünket hitelesít. A lényeg az tehát, hogy úgy jelentünk meg itt, hogy a kedves néző is, persze a kedves stáb is, és a kedves szerkesztő asszony is, hogy láthassa, hogy Tarpa mire készül. Szilván keresztül persze egyéb gyümölcsök is, a Szilván keresztül életérzés, gasztronómia, fesztiváli hangulat, és még néhány egyéb különlegesség. Először is az asztalon lévőkről csak 2-3 gondolatot. Na, nehogy nem maradhat ki egy ilyen műsorból, az alapanyag a Szilva. Amit nagyon kevesen láttak már, vagy még eddig a kedves nézők, akik itt a szerkesztőségben is, ez a Nem tudom Szilva, bár egy kicsit össze van aszalódva, mert most tettem ezőt egy 2 órával a fáról. Ez most tolhatom, vagy persze, hogy nyugodtan, abszolút bio gyümölcsről van szó. Tehát ez egyébként augusztus végén, vagy szeptember elején éri. A türelmes ember megvár, és akkor van olyan szerencse, akkor egy jó nyár és egy jó ősz folyamán szinte asszalciva lesz belőle. Ez az alapja szinte minden szilvás feelingnek, szilvás élménynek, a Nem tudom Szilva. A barátom az előbb erről
beszélt. A másik ugye a Besztercei, Berbencei Szilva. Uh-huh. Aztán persze, hogy hoztunk süteményeket is, a híres porlós sütemény, parasz porlós sütemény, úgy mondjuk egyszerűen ott Tarpes környékén, persze, hogy szilvalekvárral és dióval készítve, és sokak által már minősítés, persze megkedvelve. És naná, hogy hoztunk persze bontás nélkül pálinkákat, az előbb kérdezted azt, hogy és az micsoda, és az micsoda. Uh-huh. Valóban a jó pálinkához nem csak jó alapanyag kell és szakértelem, sok-sok-sok türelem, és persze kis szenvedés. Ezek a pálinkák már nagyon sok évesek. Igen, és hiszen ezek gyakorlatilag konyak színűek, igen, ugye, igen. És mégiscsak szilva pálinkák. Igen, és nem azért ilyen konyak színű, mert stikába egy kis kínai ételfestéket tettem bele, hanem azért, mert, ahogy mondtam, vannak folyamatok, hordós élelések, szilvafa hordós, eperfa hordós élelés, aszalt szilván való további pihentetés, ennek van egy nagyon hosszú szakmai folyamata. Tehát lényeg az, aki eljön hozzánk tartár, nem csak egy felemelő lovagi ceremóniát láthat, hanem aközben, az után persze, vagy előtte kóstolgathat sokfajta ételt, akár süteményformájában, akár pedig főtétel formájában. Ami nagyon-nagyon különleges. Beszélj nyugodtan, én megkóstolom azt a süteményt, mert már összefolyt a nyála számban, teljes Pavlovi reflex sorozat indult az, be. Igen. Nagyon jó volt, hogy mondta Laci barátom, hogy a pálinka verseny, még holnapig lehet rá egyébként jelentkezni, erről talán két szót fog mondani a kedves lovagtársam, hanem az, hogy egy pálinka fesztiváli hangulat, ünnepi emelkedettség közepette, eljön hozzánk egy kedves vendég, remélem, hogy sok tévénézés majd bennünket választ jövő héten, jövő végén szombaton. És mit talál még? Talál egy kiváló szolgáltató udvar. Kérem szépen egy pohár pálinkával a kezében, a másik kezében egy kis süteménnyel elsétál a szolgáltató udvarba, ugye a szomszéd kis terület, ahol lesz az egész fesztivál, pár lépésre, és kijön hozzánk például egy kormányablakbusz. Uh-huh. Ott helyben, szombaton, pálinkát is közben lehet jogosítványt hosszabbítani, vagy frissíteni, vagy utókmányt. Tehát zakos, befolyált soltság. Azt nem, ott nem nézik, ott nem nézik. Abszolút nem lesz szondázat. Tehát lesz állapotfelmérés, mennyi a vércukron, mennyi benne esetleg más anyag is. Szóval amikor hozzánk eljön valaki, már azt is láthatja, hogy egy modernkori felfogás szerint teszünk bele plusz szolgáltatást is, mert ugye látjuk, hogy idő szűkül az embernél, és sok-sok más ugye szolgáltatásra van igénye. Kérem szépen Tarpán, ilyet is tud már nálunk ugye megcsinálni és végigfuttatni, tehát pálinkázás közben. És amiről szeretném két-három szót mondani, az a különleges marketing kommunikációs dobásunk lenne, amikor szeretnénk a programunkat, amit lát a kedves néző is, jövő héten szerdán feltenni hivatalos Facebook oldalunkra, a Tarp hivatalos Facebook oldalára, és 0 óra és 24 óra között valamikor, amikor feldobjuk, az első 500 lájkoló és megosztó kedves tévénéző, kedves Facebook követő között 500 adag finom-finom pálinkát és 500 adag finom marhasültet, ökörsültet fogunk. Ökörsültet? Bizony, és oda. Ez nyáson igen. Készül majd? Vagy hogy? Hatalmas nyáson készül. Tehát az első 500 játékos, lájkoló. Tehát ez játékos, lájkoló, ez a játék tulajdonképpen, bizony megkapja az adagját ökörsültből, pálinkából, aztán mehet majd a jogosítványt hosszabbítani a másik oldalra. És persze szuper programok lesznek. Egyébként mikor érdemes egyrészt mikor elindulni, vagy odaérkezni, és pontosan Tarpán hova menjenek a kedves nézők? Pálinka verseny miatt mondjam, milyen barátom. Igen, ilyen. Tehát a pálinka versenyt említettük, ugye holnapig lehet, de úgy tűnik, hogy nagy az érdeklődés. Tehát jövő héten hétfő estig meghosszabbítottuk a pálinkák leadásának a határidét. Csak szilva pálinkával nem, lehet nem, nevezni? Több kategóriában, tehát szilva, alma, illetve egyéb kategóriában, három kategóriában bírálunk. Tehát mivel ugye az eredetvédett pálinkából három, ami megyénkben van, ami Magyarországon 8 eredetvédett van, a szatmári szilva, a szabolcsi alma, illetve az új fétrói fürtös megy, de mi a két kategóriát, Szatmárberekben az almát és a szilvát értékeljük, és a külön kategóriában pedig minden egyebet, a szőlőpárlatokat, a legkülönlegesebb dolgokat, amikkel neveznek, azokat szoktuk értékelni, és kedden kerül sor ezeknek a pálinkáknak a bírálatára, értékelésére, tehát hétfő estig még leadhatják a megjelölt helyeken, akár a Szatmári Múzeumban is, vagy a Lovagrend Székházában, Tarpán is, illetve itt Nyíregyházán is a megjelent helyeken a pálinka mintákat is, hát várjuk is nagy izgalommal. Nos, hát sajnos elfogyott az időnk, gondolom, hogy este lesz valami buli, legalább a zenekarnak legalább a nevét annyit, mondjuk igen, el. Igen, igen, igen. Tehát lesz például a Wolf Kati művésznő, énekesnő, akár egy nagyon szép kis
hangulatot, meg az egész eseménynek. Jön majd Magyar Rózsa, ismert névdal és operett énekesnő. Majd pedig 90-re bevettünk egy retro bulit, amikor már mindenki jól van, akkor viszont lehet akár éjfélig jó hangulatban ilyen robna táncot. És a részleteket persze a Facebook oldalon megtalálják. Hát köszönöm szépen, és kívánjuk, hogy egy fantasztikus hangulatú 15. esemény legyen itt Tarpán mindenki örömére. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük.